olyan gyerekeket várunk, akik súlyos, illetve krónikus betegségben szenvednek, élményterápiát nyújtjuk nekik, ezzel vagyunk többet, mint egy másfajta tábor. Biztonságos közegben új kihívások elé állítjuk őket, és itt megtapasztalhatják azt, hogy olyasmikre is képesek, amikre azt gondolták, hogy a betegségük miatt nem. A bátortábor egészségügyi részlegen akár több magyarországi sürgősségi centrummal is vetekedhet felszereltségében. Tehát egy óramű pontosságával működik ez az egész, és ez adja a gyermekek biztonságát és a benne dolgozó biztonságát, mert mindenki tudja pontosan, hogy mi az ő feladata és mi az ő felelősségi köre. Van itt két orvosi szoba. Hogyha bármi bajod van, akkor nyugodtan bejöhet ide, és megvizsgálnak. Nem dolgoznak annyit, és akkor tudnak ránk így figyelni. Van idejük játszani a gyerekekkel, a programokra is elmenni. Megtapasztaljuk megint azt, hogy miért mentünk orvosnak. Meg lehet ismerni azt a részét, amit sokszor a kórházakban már nem látunk, amikor a gyerekek nem gyógyulnak, vagy gyógyulófélben vannak, és látjuk őket jobban lenni napról napra. Esténként, amikor készülődtek, odaültek egymás mellé, figyelték, ahogy a másik beadja az intulinyákat cukroknél, és így szurkoltak egymásnak, hogy így olyan értéke legyen, ami jó. Volt olyan kislány, aki azt mondta, hogy bárcsak neki ilyen szép csillámos inzulin pumpája lehetne, mint a másiknak. Az az élet, kedv, ami árad belőlük, az tényleg ilyen szavakkal nem leírható. Ott vannak első nap, kicsit még így térénkedben, és utána pár nap után annyira feloldódnak, és annyira bátrak, és nyíltak lesznek. A legkis félénket visszahúzódóbbakból lesznek a legbátrabbak. Rajtuk látjuk a legeslegnagyobb változást, és ez egy hatalmas élmény. Én emlékszem egy pici kislányra, aki krónikus izületi gyulladásban szenvedett. A legnagyobb élmény vele kapcsolatban, hogy van a bátor táborban különféle ilyen bátorságpróbák. Ezek közül az egyik az, amikor egy nagy oszlop tetejére fel kell mászni, és le kell vetned magad a úgymond a semmibe, persze megfelelő biztosítás mellett. És az egész tábor körbeállta ezt az eseményt, és amikor megtette ez a kislány, akkor mindannyian tapsoltunk. Most is gombóc van a torkomban, amikor erre visszagondolok, óriási élmény. Azt mondta a férjem, amikor hazaértem a bátor táborból, hogy ő még soha az életben nem látott engem ennyire boldognak. A mi csapatunk egy nagyon összetartó jó csapat volt. Én oda csöppentem, és egyáltalán nem volt olyan érzésem, hogy ők nem fogadnak el. Nagyon-nagyon sokat nevettünk, de tényleg ilyen hasfájásig. Mindig nagyon-nagyon jó a hangulat, és akármi probléma van, segítünk egymásnak. Egy rendkívül elfogadó és felkészült csapat volt magatán, és nagyon-nagyon sokat segítettek. Úgyhogy ez ilyen szakmai önbizalom megerősítő. Egészségügyi csapatban várunk gyógytornászokat, dietetikusokat, nővéreket, orvosok közül pedig onkológus, illetve diabetológus szakorvosokat, fiatal gyermekgyógyászokat, illetve szakorvos jelölteket. Mivel ők ugyanazt a munkát végzik, mint egyébként a hétköznapokban, ezért tiszteletdíjat adunk, és hogy szakmai továbbképzési pontokat is tudunk nekik biztosítani. Egy jó bátortáboros Cindyről azt mondanám el, hogy kedves, segítőkész és okos.